26 megváltozott munkaképességű ember dolgozik a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Pécsi Edison utcai műhelyében. 4 és 6 órás munkarendben látják el feladataikat itt az emberek. Elsősorban bérmunkát végeznek a műanyag és a papíripar területéről. Papírból készítenek például italos táskát, parfümös minőségi táskát, vagy műanyag függönyelemek csomagolását, dobozolását végzik többek között, mondja Bondor Zoltán telephelyvezető. Be kellett tanítani a munkatársakat természetesen, mert ez új munka volt, és mindenhol minőséget kérnek tőlünk. Ami egy kihívás azért, hogy ilyen egyszerűbb képességekkel rendelkezők is megtanulják a munkafolyamatokat. Igyekeztünk a tevékenységeket a részekre bontani, hogy minden tevékenységhez tudjunk passzítani munkatársat. Így a hatékonyság is jobb lett, és mindenkinek van részfeladata. Másfajta munkát is végeznek ebben a műhelyben. Kisebb részt használt IT-eszközöknek az alapjából ékszereket gyártanak, mondja Vozár Pál ügyvezető. Az üzemünk 9 évvel ezelőtt indult, akkor használt elektronikai eszközök bontásával kezdtünk el foglalkozni. Így került hozzánk rengeteg számítógép is. Egyetemtől, nagy munkáltatóktól, ahol lecserélték már az eszközeiket, nem volt rá szükség, mi nagyon sokat át tudtunk venni, és azokat bontottuk elemeire, és utána vittük el újrahasznosításra. Ekkor jött az ötlet Révai Krisztina mentortól, hogy ezekből esetleg lehetne kis ékszereket gyártani. 2 éves előkészítő tervező munka előzte meg, amíg belevágtak a rekreációs tevékenységbe. 7 évvel ezelőtt megszületett az első ékszer kollekció, a rekreáció, és azóta rendületlenül ugye készülnek újabb és újabb termékek, termékfejlesztések, közben díjakat is nyerünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres projekt, és mondom elég. Szóval látom már így a kifutását, meg a távlatát. Mivel a Máltai Gondoskodás egy non-profit cég, ezért minden bevételt visszaforgatnak a vállalkozásba, melyet fejlesztésekre használnak fel. Időnként új bútorokat, időnként eszközöket vásárolni, de a dolgozóknak a mentális egészségére is törekszünk, úgyhogy van, amikor megszervezünk egy kis kirándulást, múltkor Dombováron jártunk, előtte Orfűre vittük el a dolgozókat egy egész napos pihenésre, kikapcsolódásra, szóval igyekszünk egy hangulatos kis csapatépítő napokkal ezt pótolni. Ezekkel a termékekkel rendezvényekre, fesztiválokra járnak. Ezen kívül a csomagolásba, egyéb adminisztrációt segítő munkafolyamatokban is részt vesznek az ékszerkészítő dolgozók is.